Műsorunk támogatója a Duna Autó. Nekünk az autó bizalmi kérdés. Metró reklám. A köztéri reklámok szakértője. Együttműködő partnerünk a Viva Palazzo. Autóink tisztaságáért a K2 autóápolási termékek felelnek. OMS Média. Képekbe zárjuk a pillanatot. A végsebesség hajt, arra vágyom, most is keresem a bajt. Sziasztok, ez itt a Fél Érem Nélkül, én Szikora Tamás vagyok. A mai műsorban ellátogatunk Sajókazára, ahol az MRC-n különleges interjúkat fogunk készíteni Marian kolléganőnkkel együtt. Utána pedig ellátogatunk Mária Pócsra, Benyó Mátéval fogunk beszélgetni a Rally Hungary Super Speciálról. Ez nekem egy nagyon jó teszt lehetőség, és ez az első alkalom Rallyban, mikor az idővel fogok harcolni. Eddig csak előfutóként indultam kétszer, egyszer egy ugye Királdi MRC-n ugyanúgy, meg egy Rally 2-es Úz Rally-n, az mind a kettő nagyon nagy élmény volt. Most azért jobban oda kell figyelni, hisz időre kell menni, mindenhol azért nem kéne elkésni, mert ugye akkor büntetést kapunk egyből, és próbálni minél jobban odafigyelni, meg ez egy nagyon jó teszt lehetőség számomra a Rally Cross-ban is. Esőt mondanak, izgulsz? Hát én szeretem az esőt, Rally Cross-ban imádok esőbe menni, de itt hát nem tudom, kicsit izgulok, mert nem szeretném összetörni, nagyon oda kell figyelnem, de szerintem meg tudom csinálni, és ott leszek majd a célban. Elvárásom igazából nincsen, de azért szeretnék lehetőleg elővégezni, de a holnapi nap majd meglátjuk, hogy az idő is hogy engedi. Meg nekem is azért még én tapasztalatgyűjtés alatt állok, de megnézzük egy ilyen vízes verseny, hogy esetleg hogy fog sikerülni. A csúszkálást szeretem, de amikor időre megyek, akkor annyira nem. Tehát így ebben a formában nyilván, hogyha csúszkálok, akkor az jóval lassabb, úgyhogy így annyira nem örülök neki. Nagy mezőny van szerintem most, ugye vannak a sprintesek is, meg mi köztünk is azért mindenki itt van, aki úgy szokott lenni az ellenfél. Hát lesznek harcok, én azt mondom. Mondja az esőt is, úgyhogy az még rá fog tenni egy kicsit szerintem. Hát ott majd a kézügyességem fog múlni szerintem sok minden, hogy most ki hogy meri elvállalni a dolgokat. Most ez a Sajókazai, ez már az ötödik fordulója ennek a sorozatnak. Itt, mi itthon vagyunk, itt mi vagyunk a rendezők, úgyhogy ezért holnap nem fogunk tudni autóba ülni, hanem irányítani, próbáljuk a rendezvényt majd. Most ellenőriztük a RSB megfigyelőkkel a pályát, rendbe találták ők is. Innentől, hogy jó verseny lesz-e holnap, vagy nem, az két dolgon múlik, az időjáráson, meg a versenyzőknek a hozzáállásán. Mi már most megkértük őket, hogy azért próbálják meg megtisztelni ezt a pályát, mert olyan könnyűnek néz ki. Tavaly a Kazincbolci Karallin is a végére már ronstömető lett itt a gyorsasági szakaszból, aki nem adja meg neki a kellő tiszteletet. Igazából eljöttünk tesztelni, illetve megkaptam kölcsön azt a navigátort az egyik kedves barátomtól, akivel valószínűleg jövő évet is tervezzük, úgyhogy mindenképpen ilyen összeszokásnak és úgymond buli versenynek is szálljuk az egészet. Meg nyilván jó újra kocsiba ülni, kevésított ebből az idén, inkább úgy mondom. Kis versenyeken tudtunk menni sokat, de nagy verseny sajnos csak kettő jutott, úgyhogy inkább már úgy vagyunk vele, hogy elengedjük ezt az évet, aztán koncentrálunk, vagy megpróbálunk koncentrálni a jövőre. Aztán eljöttünk most mozogni egy kicsit, mert valamennyire haza is, mert azért nem lesz messze lakunk, de itt vagyunk. Ha őszinte leszek, nagyon régen mentem már előfutóként. Majd kapunk el igazítást délután, hogy pontosan mit is várnak el tőlünk. Nagyjából azért képben vagyunk vele. Hát a holnapra esőt mond, akkor ez csúnya balesetek lesznek itt holnap. Ez a fehér aszfalt, ez nagyon csúszik. Odalent mi a helyzet? Hey, kocsonya. Jégpálya az egész, sajnos. Jégpálya? Nem jégpálya. De... Csak esik. Gyere, elviszlek egy körül, megmutatom, hogy jégpálya. Okay. Nem, nagyon csúszik. Kicsit, mint hogyha meg lenne gyötörve. Nem, az nem igaz, az csak érdemi csalódást. Nem látod jól. Ja, de ja, elvittünk ja. Egy lassítót amúgy. Még így is, hogy nem is sietünk. Eséskelés van? Csak azt látjuk. 5 előfutóban már csak 3 van. Hogy indul a futam? Hogy áll a futam?
Mi a ez helyzet? A futam, hogy indul? Ez a futam, hát ez hogy elég, indul. Elég siratósan, ugye elég esősen, és ez pont egy olyan pálya, ami nagyon csúszik, még száraz körülmények között így nyáron is. Úgyhogy most hát most nagyon vigyázni kell mindenkinek, már látod is, hogy sajnos több embert árokból szedtek ki a rescue többször bement. Nagyon észre kell menni, nem lehet elvállalni, mert esik le az útról a kocsi, tényleg észre kell menni nagyon. A bajnokságot jelen pillanat szerint vezetjük, az első helyet is, a kategóriát is, az RS4-et és a Lada A kupát is, ami a fő szempont, mert itt ugye a Lada A-ba megyünk többen, meg megbeszéltük évelején, hogy itt fogunk menni a rally sprintben. Voltunk mindig 4-5-en, most csak 3-an jöttünk össze a kategóriába, hogyha itt egy pontot kell szereznünk, már akkor már jók vagyunk. Mi történt, Robi? Kicsit, hát, mintha karcos lenne az autó. Igen, az utolsó jobbosban jöttünk kifelé, egy keresztbe csúszva jöttünk ki, és volt egy vízátfolyás, ahol felúszott jobban az autó, és akkor lementünk az árokba, csak pont volt egy útjelző tábla, amit telibe vertünk. Úgyhogy sajnos az tönkretette az autót, úgyhogy nem tudunk tovább menni. Meg is álltatok? Meg. Hát az a baj, nincs nálunk se hűtő, se intercooler hűtő, semmi nincs, úgyhogy hogy innétől kezdve már nem tudunk menni, mert nem lesz hűtés az autóba. Ez benne. De kedveteket nem vett el, aztán ja, vettek tőled. Ja, Istenőtben, és amíg megyünk haza, kikalapáljuk, és akkor megyünk tovább. Laci, szereted az esőt? Szerettem, mert ez egy kicsit sok eső, de nyilván is ez volt, az sajnos több kár keletkezett az autómba, jelenleg még nem. Nem is akarok semmit okozni, sokan láttam, hogy kiestek. Amikor van egy kis csúszás, ami a végig tudunk majd menni mindegyik gyorsasági. Egyelőre biztonsági autózás van teljes mértékben, nem akarom egyáltalán összetörni, nem kockáztatok semmit. Inkább a célba érés tényleg az, hogy ott legyünk majd a céldobogón a végén, és amilyen eredmény kijön, az legyen ott. Ha nyerünk, ha egy dobogó összejön, vagy akár tényleg egy első, az csak a non plus ultra, hogy itt vagyunk, de a céldobogón átmenni az az igazi győzelem nekünk, szóval az a cél, hogy ott legyünk. Na, milyen a mai nap? Csúszós. Ezzel szerintem össze is foglaltam mindent. Hát nem, hát tudtuk, hogy ha esni fog az eső, akkor ez egy jégpálya lesz. Olyan is. De egyébként meglepően jó az intermédia rajta. Csak inkább az a meglepő benne, hogy vannak olyan helyek, hogy nem számítasz rá, és úgy felúszik az autó, hogy csak utazol benne. De amúgy próbálunk menni. Ugye én nem szoktam nézni nagyon az időket, de most néztem, meg mondta Begyó is, hogy jó helyen vagyunk, úgyhogy elméletileg még talán dobogós helyen is vagyunk a licences kategóriában. Most azt hittük, hogy száraz lesz és kipróbáljuk, de ebben az esőben sajnos az a baj, hogy ezzel a 3-415 lovas a BMW is nem lehet vele menni. De majd megpróbáljuk. Ez az egyen kupé, ez a Nisferi féle építés, 415 lóerő, szekisváltó minden, tehát úgy az autó összességében tudná a dolgát, csak fel kell hozzá lőni. Valóban nem erre a jégpáncélra való, ami jelen pillanatban. De a kocsi azt tudná majd kis kilométert megyünk fel, és szerintem akkor sokkal jobb lesz. Hogy új autó mellett döntöttél? Hát sajnos annyi műszaki problémánk volt a kompakttal, hogy inkább úgy döntöttünk, hogy akkor ezt azt mondták, hogy ez megbízható autó, akkor próbáljuk meg ezzel. Úgyhogy ezért váltottunk. Meg BMW-t akartam mindenféleképpen, és akkor pont úgy alakult, hogy ez sikerült, hogy hozzánk kerüljön. Miért láttunk régen versenyautóba? Sziasztok! Hát ennek több oka is van. Először is az egyik az az, hogy nem volt jogosítványom, a másik pedig, hogy lakásra jutottam, és ezért eladtam a versenyautómat. Ő hogy jött? Mit kell róla tudni, amivel hát, most mész? Ő véletlenül jött, ugye meghívtak erre a versenyre, ebbe az All-Star kategóriába, és kerestem bérelhető ladát, de nem találtam sehol. És már fel is hívtam a rendezőt egyébként, hogy sajnos nem tudok jönni, mert nem találtam ladát. És az utolsó pillanatban felhívott Tamás Gyuszi, hogy mégis lenne itt egy bérbeadó autó, úgyhogy tőle tudtam bérelni. Azt tudnod kell, hogy az utóbbi pár évben én csak slick gumival mentem, ilyen gyorsan próbáltam menni, viszont előtte mindig is utcai gumiztam. És most egy év után visszaülni egy ladába, utcai gumisba, ásautóba, ami ráadásul a legközelebb áll a szívemhez, eszméletlen érzésem, úgy imádom. És a pálya odaként az mennyire jó most neked? Életveszély, de imádom. Amúgy. Nagyon csúszik és nagyon jó. Én szeretem. Mi történt? Az az igazság, hogy visszatérünk az alapokhoz, most tesztelünk egy jót. De nem ez az igazság, mert a másik autó az nem készült el. És azért most úgy döntöttünk, hogy akkor mind a ketten megyünk együtt megint. Úgy, mint régen. Miért nem a Tibi vezet? Mert a Tibi nem tud vezetni, csak áramot.
És olvasni nem, tud? Hát, olvasni viszont azt jól tud. Igen, az nagyon megy neki. Jó van, amikor behibázok, de azért segít rajtam, érted? Nagyon élvezzük ezt a verőfényes napsütést. Éppen azon gondolkoztam, hogy a napszövegemet hova tettem el. De viccet félretéve, próbálkozunk, tesztelünk, tényleg most ez jó, mert jó tanulóidő. Ilyenkor, pláne ezen az aszfalton ez egyébként is csúszik, de vizen meg aztán olyan, mint hogyha jégen mennénk. Ez szerintem mindenki ugyanezt tudna elmondani. Úgyhogy gyakorolunk. Vigyáztatok a jó kis GT-re? Igen, próbálunk hiba nélkül menni. Itt az a lényeg szerintem, hogy aki nem forog meg, nem csúszik be az árokba, egy pillanatra se, az már nyerő. Úgyhogy oda-vissza egy lassító, adunk a versenybíróknak is egy kis munkát, mert szerintem már fáznak ebbe az esős időbe, érted? Vagy újra pakolják persze, a lassítót. Persze, mozgasd meg őket. Ennyi, persze, hogy... ennyi. Hajtós Peti, a nagy varburgos. Mint hogyha nem egy varburg előtt állnánk. Így van, néven sikerült szertenni erre a Renault-ra, így a varburgot most háttérbe helyeztük, meg megpróbálunk inkább külföldi historik utamon menni vele, hogy most ezt a Renault tesztelgessük, próbálgassuk. Ez egy gyári Renault sportos építési autó, és pályaversenyekre gyártották le is kupás autónak. Ilyen sprint versenyeken tudunk vele menni, de országos rallibajnoksághoz még elég erősen át kell ezt alakítani. És mi a terv? Hogyha ez így bejön, akkor ezt folytatod inkább tovább, vagy azért a Warburg megszerelem az meg lesz? Hát a Warburg az velem örök marad, tehát az meg lesz. Külföldi versenyek, Csehország, Lengyelország, amik ilyen régi nagy neves rallikra szeretnénk kijutni vele, a Renault meg idővel a fiamnak szeretném átadni. Mi a helyzet? Miért vagy te szuperrallin igazából most? Azt hittük, hogy megszorult a motor negyedik belefelébe, de nem, elfogyott az üzemanyagunk, és kiálltunk félre, közben a rendezőséggel egyeztettünk, de minket már nem engedtek el az záróautó előtt, hogy legyen egy mért időnk, úgyhogy innentől kezdve csak szuperralli. Az időeredményünk most már nem számít, csak mehetünk versenyen kívül. Igazából én nekem ez most az új motornak a tesztelése lenne a cél. Az időeredmény az meg érdekel, mert az egy hazugság, hogyha azt mondom, hogy nem nézi az ember az időeredményeket. Jobb lett volna, hogyha verseny végén értékelésben veszünk részt, de hát így is teljesen elégedett vagyok vele, igazából legalább ki tudom próbálni az autót, magát a motort. Ezt újra meg kell tanulni vezetnem, mert ez sokkal jobban megyen, mint az előző motorjaim eddig. Pályához mit szólsz? Hát ez nem autóverseny, ez egy túlélés, mert ezen azért hát azokban a kanyarokban szárazon, ezen az aszfalton lehet menni 80-100-zal, most olyan 50, és akkor lehet az autót az úton tartani. Úgy szalagkorlát, árok, hát aki nem tiszteli meg ezeket a dolgokat, ők mind az árokban vannak most. Ki a jobb ma? Hát ma jelen állapotban Krisztiána jobb. Ma is? Ma is, mert sokszor is. Krisztián? De sok hozzáfűzni való nincs, egy hajszányival vagyok, csak jobb ezen a pályán. Nem az igazi számomra semmiképpen. Az igazi? Jó vizes. Ugye tegnap vizes, beszéltük, húszós, hogy annyira nem csipázol. Igen, be is jött, amitől tartottam. Nem rossz, de hát számomra jelezhetetlen. Küzdötök akkor rendesen? Hát egymással. Meg az elemekkel. Hát kb. Meg a sérüléstől is ne legyen, azért nem kellene. Normi, hogy tetszett ez a mai fantasztikus csúszós nap? Sziasztok! Tetszik, kár, hogy esik az eső, de egyébként tesztelni vagyunk itt. Ahhoz képest elég jó, mert abszolút időket autózunk, szóval még a Subarut is elcsíptük az előzőkön, úgyhogy élvezzük, jó? Még ezt az utolsót megpróbáljuk behozni, mert a váltó most valami kínja van. De ha behozzuk, akkor örülni fogunk. Úgy tudom, hogy környékbeli vagy, tehát a pályát ismered. Milyen igen, volt a mai nap? Nehezen indult, ez az eső jó megtréfált minket. Nem volt olyan gumink, amikkel érdemleges időt tudtunk volna autózni, így felraktunk egy télit hátra, és a nézőknek próbálunk keresztbe autózni, amilyen gyorsan csak tudunk ezekkel menni. Megyünk most. Eddig sikeresen teljesítettük a 4 gyorsaságit, reméljük az utolsó is sikerül, és akkor meglátjuk a céldobogót. Bízunk benne.
sajnos az időjárás az nem volt a barátunk, ez meg köztudottan egy nehéz gyorsasági még szárazba is, nem hogy esőbe. Úgyhogy fel is adta itt a leckét a versenyzőknek egyébként, mert az első két gyorsan hát nem igazán adták meg a szakasznak a kellő tiszteletet, úgyhogy elég sokan elpedektek, de utána helyre rázódott a fiúkba is, hogy kell itt menni, meg hasonló. Úgyhogy már most már azt mondom, hogy egyre kevesebb technikai mentés van. Hát az első-második körben kb. Három autóként kellett megállítani a versenyt, mert árokból árokba jártak sajnos. De hát meg kell tanulni ezen is menni, azt szokták mondani. Nekünk is azt mondták mindig, hogy tanuljunk meg nehéz körülmények közt is menni, és akkor utána jó lesz. Most úgy állunk, hogy ugye az ötödik gyorsaságin megy most jelenleg, és ezen fog múlni, hogy a rally sprintesek a hatodik gyorsot megkapják-e vagy sem. Sötétben nem szeretnénk elengedni őket, világosban is csináltak itt az emberek elég galibát, úgyhogy ezen múlik, hogy most mennyi technikai mentés lesz. Mert még az időt, ezben még így is bele kéne férnie, de előre nem iszunk a medvebőrére. Azért eléggé törtek a kocsik, meg hemperegtek, és hála Istennek mindenki épségben kiszállt az autóból karcolás nélkül, húzódás nélkül. Van, aki még jót is mosolygott rajta, hogy akkor folytatjuk innen, és kész. Pisti, akkor foglaljuk össze, hogy mi is volt a hétvégén, mert itt azért sok minden történt. Ez egy nehéz versenyszervezés volt az elejétől kezdve, ez meg egy nehéz nap, így a végére zárásképpen, de most már azt hiszem, hogy le fog menni az öt gyors a Mini Racing Challenge-nek, és akkor a zárófordulóra készülhetünk. Magában ebben ugye felében mi szervezünk, ott is kiveszem a részem, de itt is vállaltak egy nagy feladatot a piciek, egy rally sprint bajnoki futamot is belevettek itt ebbe a versenybe, és ez mindenféleképpen számított arra, hogy én ebben segítek, tehát kicsit több is voltam, mint versenyigazgató, folyamatosan egyeztettünk itt az elején. Jó nagy mezőnyünk is jött össze, úgyhogy hát meg éppen leszakadt erre a csúszós útra az ég, és hát van feladat bőven, de azt gondolom, hogy már most ugye vége felé már reméljük, hogy megoldjuk. A mi Green Plan Mini Racing Challenge-ünknek annak ez az utolsó gyors, amit most éppen zajlik. Úgyhogy ott ők talán nem sérülnek, reméljük, hogy a sprintesek is be tudják fejezni. Az izgalmas percek után pedig Mária Pócsra fogunk látogatni, Benyó Mátéval fogunk beszélgetni a Rally Hungary szuper speciál helyszínén. Benyó Mátéval beszélgettünk itt a Korda Racingnél. Nyirádon még azt nyilatkoztat, hogy nem tudsz semmit a bajnoki címről, viszont most meg már véglegesen eldőlt, nem, hogy valamilyen szinten el is dőlt. Így van, ez eldőlt, már Nyirádon eldőlt, csak ott olyan kaotikus volt az egész hétvége az időjárási körülmények miatt. Ugye akkora eső zúdult le a pályáról, hogy félbe kellett szakítani, vagy hát is igazából törölni kellett a versenyt. És ugye amikor még a nyilatkozat zajlott, akkor még nem tudtuk, hogy mi szerint fogják pontosan osztani a pontokat. Végül teljes pontokat osztottak, és ugye a három előfutam alapján én álltam a köztes eredménylistának az első helyén. Tehát így megnyertük azt a versenyt is. És ezzel együtt már ott megnyertük a magyar bajnokságot. Olyan előre tettünk szert, amit nem lehet behozni, úgyhogy végül is szuperül sikerült. Egy pici csonka verseny volt sajnos az, de erről tényleg nem tehetett senki, tehát az időjárási körülmények szóltak ilyen szinten közbe. De egy nagyon jó kis verseny volt, és nekünk jól sikerült végül is. Őszintén gratulálunk. Köszönöm. Most például segítsél, megpróbáltam megtanulni, hogy megkérdezzem. Rally Hungary. Rally Hungary. Szuper speciálja. Szuper speciálja. A Rabócsiringen. A Rabócsiringen. Erről tudnál nekünk beszélni. Így megjegyeztem, mondtam. Így van, ugye itt van a most vagyunk a Rally Európa bajnokságnak a zárófordulóján, és hát a kedves nézőkbe felvetődhet a kérdés, hát hogy mit keresünk mi egy rally versenyen, hiszen mi rallycross versenyzők vagyunk. Ugye én is annak a legnagyobb kategóriájában, a Supercarban megyek. Hát azt, hogy ezen a szuper speciálon, ami egy zárpálya, de a nagy rally mezőjének az egyik gyorsasági szakasza, ha jól tudom, akkor pont az első. Azon mi egy úgymond betét kategória vagyunk, mi a Kárai Tomival fogunk most itt egymás ellen meccselni. Ugye ez egy szinkronpályás verseny, úgyhogy két kör fogunk majd valószínűleg teljesíteni, és amellett, hogy nyilván megmérkőzünk, szeretném minél jobban majd a nézőket kiszolgálni, és maradandó élményt nyújtani neki. És hogy érzed, megvered?
Hát ez egy jó kérdés. Szerintem mindenképpen egy szoros csata lesz, úgyhogy nyilván nem veszük semmelyikünk véresen komolyan, meg egy tök jó buli szerintem, hogy egy ilyen szinkronpályán tudunk menni ezekkel az autókkal. Van benne egy kis ugratós rész, egy kis vízfalas vagy vízfüggönyös rész, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenféleképpen jó buli lesz. Talán kétszer is a pályára fogunk tudni menni, két külön éles felmenetelen, úgyhogy ha minden jól megy, akkor kétszer is össze tudunk majd csapni. Akkor ti is, a nézők is jól érzik majd magukat, és akkor nézzük 2024-ben mi az, amit terveztek? 2024-ben szintén egy hasonló programot szeretnénk lefutni, mint az idejébe. Ugye az idejében az volt, ami nagyon nagy váltásunk, hogy a Magyar Bajnokságon túl elindultunk az Európa-bajnokságon is, teljes szezont. Tehát így a két bajnokságot együttesen teljesítettük. Hát nagyon nagy kihívás elé állított engem is és a csapatot is. Ez volt az én első évem a Rallycross Európa bajnokságon, illetve a csapat első éve is. Ugye egy nagyon tapasztalt csapatról van szó, de elsősorban ők ugye a rally meg a tereprally szakágából jöttek. Három éven belül gyakorlatilag elértük azt, hogy teljes szezon tudtunk futni az Európa bajnokságon. Ott ugye évvégi 9. helyezést sikerült elérnünk, néhány, azt gondolom, hogy így első évesként elég szép részeredménnyel. Úgyhogy ezt szeretnénk folytatni a jövő évben is. Egy év tapasztalatával felvértezve szeretnénk még komolyabb eredményeket elérni majd az Európa bajnokságon. És nekem nem titkolt célom az is, hogyha összejön, hogy a magyar bajnokságon is tudjunk menni. Jó lenne megvédeni a magyar bajnoki címet, mert nagyon szép dolog szuperkárba, azt gondolom, és nagyon büszke vagyok rá magyar bajnoki címet szerezni, de sokan mondják azt, hogy megvédeni még nagyobb dolog, úgyhogy ha összejönnek ezek a lehetőségek, illetve ezek a források, akkor ezzel leszek a 2024-es évben. Ez volt a Félelem Nélkül, adásainkat megtekinthetitek a szokásos csatornákon. Legközelebb is várunk titeket a viszontlátásra. Műsorunk további együttműködő partnerei.